Az alapszakaszban 28-7-re verte a Miskolc Steelers-t a Fehérvár Entronesz, és több kulcsemberrel kiegészülve az elődöntőben is esélyesebb volt. Madaras Erik touchdownjával meg is szerezték a vezetést a koronázók az első negyedben, de elhúzni ekkor még nem sikerült a piros mezesektől. Olyannyira nem, hogy a második játékrészben szinte végig a miskolciak birtokolták a labdát, és egy hosszú drive végén Elijah Ferra révén végig is vittek egy támadást, ezzel pedig kiegyenlítettek, vagyis egy fél idő után 6-6-os döntetlent mutatott az eredményjelző a First Field-en. A harmadik negyedben a fehérvári irányító Chris Merchant használta ki a vendégek védelmének hézagosságát, és csak nem 50 yardot futva a labdával maga vitte be azt a célterületre, ezzel ismét vezetés szerezve az Entronersnek. Innen már nem engedte visszajönni a Steelers a Fehérvár, a negyedik negyedben Merchant harmadik és 9-nél tökéletesen megpasszolta, Van Kompenollét, újabb touchdown szerzett az Entronerst, és már 19-6-ra vezetett az elődöntőben. A várt nagy különbség is kialakulóban volt, főleg miután Tóth Nándor is megvillant, és remek testcselekkel bevitte Merchant újabb passzát, így 8 perccel a vége előtt már nem volt kérdés, hogy bejut a HFL döntőjébe a Fehérvár Entronerst. A végén ugyan a remekül küzdő Steelers is elérte újabb touchdownt, miután Fenyvesi Csaba emberrel a nyakán is látványos elkapást mutatott be, így a végeredmény 26-13 lett, vagyis ezúttal szorosabban győzte le ellenfelét a szezonban még veretlen Entronerst. A lényeg, hogy a fehérváriak ismét ott lesznek a Hungarian Bowl-on, vagyis a bajnoki döntőben, melyet július 16-án rendeznek az új Hidegkuti Nándor stadionban. Az ellenfél a Budapest Wolves lesz.